Köszöntöm Önöket, ez a Weekend, ma sokat kísérletezünk majd papírpénzzel és karamellel is, valamint több kulturális programot is ajánlunk Önöknek, azonban mindenek előtt a környezetvédelemről beszélgetünk. A Környezetvédelmi Világnap június 5-én lesz, egyik legfontosabb dolog a témával kapcsolatban, hogy a gyermekeket tudatosan neveljük. Ezzel kapcsolatosan hívtam be vendégemet, Hajnal Tündét, aki a térségi hulladékgazdálkodási Kft. PR referense. Szia! Szia! Ha jól tudom, akkor ma is egy óvodai programon voltál, akkor ezek szerint tényleg célzott feladata a cégnek, hogy igenis meg kell szólítani a gyerekeket. Így van, ma is óviból jövök. Több játékunk is van, ami a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a gyerekek és felnőttek figyelmét is. Négy játékkal most is kimentünk az egyik óvodába, és a kisgyerekekkel játszottunk és tanítottuk őket a szelektív hulladékgyűjtésre. Ez a fal is kint volt most az óvodában? Így van, ez a sajtfal nevű játék is kint volt, és hát nagyon lelkesen játszanak mindig ezekkel a kisgyerekek, meg a nagyok is egyébként, mert ügyességi játékról van szó, de közben nyilván tudást is adunk át a szelektív hulladékgyűjtésről a játékot kipróbálóknak. Mostanában is... mindent kipróbálok a Weekendben, múltkor szalszáztam, úgyhogy bármi jöhet. Ha jól tudom, akkor két zsinort kell majd húzigálnom, és igen, mi lesz a feladat? Közben akkor ilyen kommentátori jelleggel mondhatod is a nézőknek, hogy mit fognak tőlem látni. Így van, tehát látható, hogy a táblán különböző méretű és színű kukák vannak. Uh-huh. Ezekhez különböző méretű és színű golyók is vannak, amiből kihúzzal egyet, beletesszük a karikába, és a kötelek segítségével úgy kell felhúzni a megfelelő kukába, hogy ne essen bele semmelyik másik lyukba sem. És közben megbeszélhetjük azt is, hogy melyik kukába milyen hulladékot lehet szelektíven elhelyezni. Akkor húz kérlek. Azt mondtad, hogy ez a jobb oldali fehér iszonyatosan nehéz, úgyhogy valami könnyebbet választok. Jó. Legyen mondjuk a kék, jó, és legyen inkább ez a kicsi, okay, mert ez úgy alacsonyabban van, és hát, ha egyből sikerül. Ami szintén kiderül. Nehezebb, nehéz, mert ugye a kicsi golyó nyilván mind a két lyukba bele tud esni, a kicsibe okay, és a nagyba, és a nagy meg csak a nagyba. Nehogy egyből beesz nekem. Nagyon zavaró, hogyha én a játék elé állok, nézek itt a kollégákra, mert így oldalról nem biztos, hogy hát akkor elnézést kérek a nézőktől is, tehát megpróbálom azért úgy. És jaj, akkor közben... Már az elején. Oké. Okay. Egyen túl vagyunk, jó. És akkor közben... Tudsz irányítani, és persze, hogyha az egyikkel hozod, akkor kerülsz ki rossz lyukat. Igen, és akkor közben meg tudjuk beszélni azt, hogy melyik kukába milyen hulladék is helyezhető el. Ugye te most a kicsi kékbe fogod belehúzni, a kicsi kékbe milyen hulladékot tudunk beletenni. A papír! Így van, nagyon ügyes vagy. Igen, a sárgába. És mindjárt, kicsit lentebb. Azt a mindenit, de hát nem olyan egyszerű pillanatok. Tehát a sárgába műanyagot italos, nagyon ügyes, hogy gratulálok. A sárga kuka pedig akkora? Műanyag italos karton, doboz és fém, de ugye változott Nyíregyházán a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Tehát most már a sárgába és a kékbe egyaránt el tudjuk helyezni a papírt, műanyagot italos karton, doboz és fémet. Ugye a sárgába eddig csak ez a műanyag italos uh-huh, karton fém, mert most már a papír is, a kékben nem csak papír, hanem műanyag italos karton és fém is, tehát egybe gyűjthetőek ezek. A barna színű hulladékgyűjtőbe tesszük a biohulladékot, a növényi hulladékot, uh-huh, a fehér színűbe a fehér harangalakot, ennek van egy párja, a zöld harang ebbe a színes üveget tesszük, a fehérbe a fehér üveget tesszük, uh-huh, ezt rosszul mondtam szerintem. De hát abszolút ugye érthető amúgy a dolog. Egy a lényeg, hogy a sárga kék, az most már megjelenik ugye az új kukákon így is. Van. Át tudunk menni közben a másik díszletbe, hogyha
a többiek is megengedik nekünk, átsuhanunk, mert hogy van nekünk egy csodaszép kukánk itt a stúdióban, és akkor ahogy mondtad, most már ezekbe akkor lehet pakolni lényegében mindent. Rá is van írva, műanyag, italos kartondoboz, fém és papír, és rengeteg minden fel van sorolva, úgyhogy mi gyűjthető szelektíven benne. Nagyon sokan amúgy megijednek, hogy ó, hát akkor már Nyíregyházán, meg itt a térségben nincs is igazi szelektív hulladékgyűjtés, mert hogy akkor mindent így egybe dobálnak. Ezzel kapcsolatosan akkor mi az első reakciód? Igen, hozzánk is nagyon sok megkeresés érkezik, hogy miért gyűjtsenek külön, hogyha mi úgyis egybe gyűjtjük. Hát azért, mert Orosson egy nagyon modern válogató csarnok épült, ami lehetővé teszi azt, hogy mondjuk egy ilyen kukatartalmát akár 12 különböző frakcióra is tudjuk gyűjteni. Ugye futószalagon jönnek a hulladékok, két oldalt emberek állnak, akik szétválogatják ezeket a hulladékokat, és külön frakciónként kerülnek aztán bebálázásra és elszállításra, újrahasznosításra. És ugye nagyon fontos, azon túl, hogy mit tehetünk bele a kukába, és mit nem, hogy helyesen gyűjtsük őket, tehát mondjuk a műanyagot, papírkartonokat préseljük minél kisebbre, hogy ne levegőt szállítson a kukás autó. Ha jól tudom, akkor a világnappal kapcsolatosan, tehát a környezetvédelmi világnappal kapcsolatosan van egy promótok, egy játékotok, mármint hogy a térségi hulladékgazdálkodási Kft.-nek, nagyon sok embert érinthet, és nagyon sok ember meg fog mozdulni, hogyha meghallja, hogy mi is ez a játék. Igen, tehát mi már 2005 óta meghirdetjük a világnap alkalmából ezt az akciót. A két hulladékudvarunkban, a Korányi utcán és a Kerék utcán adhatják le a városlakók a csomagolási hulladékot és elektromos berendezéseket, és ezekért jelképes ajándékot vehetnek át. Tehát itt igazándiból nem a mennyiség számít, hanem az, hogy hányféle hulladékot hoznak be hozzánk, egyet, kettőt, hármat, négyet, és ennek függvényében adjuk át az ajándékot. De ezek is jelképes ajándékok, ugye? Bögre, kártyaolvasó, ilyen kis eldobható esőkabát, de mégis jutalmazzuk őket, hogy behozzák hozzánk a hulladékukat. Nem csak ez az akció fűződik ugye a cég nevéhez, hanem a szelektív szombat is. Még várat magára a rendezvény, már készültök azért lassan-lassan rá? Természetesen, tehát minden évben igyekszünk valami újdonsággal előrukkolni, legyen az új játék vagy új programelem, és már a készülődés a szelektív szombatra az igazándiból már a tavalyi év végén, illetve ez év elején megkezdődött. Ugye mindig vannak a játékok mellett egyéb programok is, fellépők, és őket ugye mellé kell szerződtetnünk ahhoz, hogy biztosan ott legyenek a rendezvényünk. Visszatérve a hétfői akcióra, akkor hulladékért most ajándékot kaphatnak azok, akik összegyűjtik a szemetet, a hulladékot, és a szelektív szombat pedig szeptemberbe várja majd az érdeklődőket. Tünde, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és önöknek pedig jó hír, hogy környezetünket úgy is óvhatjuk, ha nem autóval közlekedünk, hanem például biciklivel, vagy akár lóháton. A következő percekben a négy lábúak és a vágtáj lesz a főszerep, hiszen hamarosan újra nyírségi vágta. Az elmúlt években a nyírségi lovasok kiemelkedően teljesítettek a nemzeti vágtán. Suták Vanda és Gajdos Zsolt is első helyezettek lettek. Tavaly pedig Kalóf Anni Dögge lovasa a harmadik helyre futott be a nemzetközi versenyen. Egyik előfutama a megmérettetésnek a nyírségi vágta, amit Dögén rendeznek idén a Szabolcsi Fesztivál keretében vasárnap, de addig is számos program várja az érdeklődőket. A negyedike a Nemzeti Összetartozás napja, szombati nap, egy pénzdíjas diugrató versennyel várjuk, egy igen színvonalas Ameco Kupa diugrató versennyel várjuk a látogatókat. Érkezik a generáli egészségszűrőbusz, ami nagyon fontosnak tartja a fesztivál szervezősége, hogy egy kicsit foglalkozunk az egészséggel, a prevencióval, embereket tanácsokkal fogják ellátni, egy háromtagú orvos és egy háromtagú ápoló brigádból álló tím fogja az embereket várni. A délután 2 órakor, szombaton, a Nemzetközi Népművészeti Fesztivál fellépői, ukrán, román, magyar, szlovák fellépők fognak néptáncokat, népdalokat előadni a színpadon, és 5 óra után pedig a hazai legnépszerűbb mulatos fellépők fogják szórakoztatni a közönséget. Majd jön a, mondhatjuk, fő nap, a vasárnap. Mi lesz ekkor?
Vasárnap, június 5-én, reggel 9 órakor a Harman Mihály kombinált pénzdíjas fogadhajtó versennyel kezdünk. Ez a verseny, ez egy igen-igen rangos verseny térségben, hiszen 500 ezer forint a fődíjazása a versenynek, ami egyedülálló az országban, nem nagyon van Magyarországon ekkora nagy pénzdíjas fogatverseny. Délután lesznek agárfutamok, 6 agárfutamot fogunk megrendezni. 2 órakor megrendezzük a hírességek celebek fogadhajtó versenyét, ami tavaly nagyon nagy népszerűségre tett szert. Lesz egy vágtatortánk, ami 2016 szeletes torta lesz, nemzeti címerrel, nemzeti lobogóval, és egy vágtató lóval rajta, amit miniszter úr fog felvágni, és minden ember, az ott lévő látogatók ingyenesen fognak kapni egy nagyon finom vágtatortát. 15 órakor, remélem nem fogunk csúszni, de akkor lesz a 100. jubileumi nemzeti vágta előfutam, a nyírségi vágta döntője, amire természetesen 11 órakor már elkezdődnek az előfutamok. A nemzeti vágtát 2008 óta szervezik meg Budapesten. A versenyt olyan előfutamok előzik meg, mint a nyírségi vágta. Ezek célja, hogy a hősök terén már a legjobbak versenyezzenek. Az idejében 9. alkalommal szervezünk nemzeti vágtát, és az idejében 16 elővágtát rendezünk, melyből 12 határon belül, és büszkén mondhatom, hogy már 4 határon kívül kerül megrendezésre. A székely, a vajdasági, a felvidéki vágta után idén Szlovéniában Muravidék csatlakozik a nemzeti vágta elővágta sorozatához. A nemzeti vágta a magyar lovasokat hozza össze évről évre, határon innen és túlról is. Ezért a kormány tervei szerint jövőre már az ország költségvetéséből biztosítanak majd forrást a rendezvény megszervezésére, jelentette be a nemzeti fejlesztési miniszter Kisvárdán. A kormány most olyan erőterjesztést tett a magyar parlament felé, hogy a 2017 évi költségvetésben egy önálló soron 150 millió forintot biztosítsunk a nemzeti vágtának a finanszírozására, hogy ez elég, azt nem tudjuk, azt majd a szervezők el tudják, de ez biztos, hogy erre a pénzre számítani tudnak, tehát ő egy önálló költségvetési sor fog nyílni. Azt gondolom, hogy ezzel biztosítottuk a nemzeti vágta jövőjét. A hagyományőrzést nem csak lóháton tudjuk véghez vinni, találkozhatunk egy remek hagyományőrző rendezvényen is akár. Június 11-én jövő héten lesz erre lehetőség, hiszen Tisza Lök újra megszervezi a Széles a Tisza című rendezvényét. Erről beszélgetek vendégeimmel, a település polgármesterével, Gömbe Sándorral, valamint itt van a rendezvény egyik főszervezője, Tölgyesi Attiláné Katalin. Szervusztok! Szervusz! Nagyon-nagyon kecsegtető programok lesznek, ugye ismétlem önmagam június 11-én jövő héten. Mi ez a rendezvény, és mi a központi témája? Most nézzünk egymásra. Felvezetésben a lóháton elhangzott, hát konkrétan csíkos bemutató is lesz. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb motiváció bennünk, hogy ez megrendezésre kerüljön már 18-szor, az, hogy lássuk együtt azokat a tiszelőkéket, akiknek vágyódás van arra, hogy közösen eltöltsön egy jó napot, nagyobb társaságokkal, közösségekkel, találkozzon a hagyományőrzés azon elemeivel, mint például a néptánc. Itt van az a fiatal ember, aki megnyerte a Fölszállott a Páva című tehetségkutató versenyt, illetve hát a sztárokkal találkozni, a Peter Stramek, illetve a Péter Szabó Szilvia, és természetesen az a jó kis délelőtti program, ami a főzésről szól, népi ételek főzőversenye. És ha jól tudom, akkor a polgármesteri hivatal csapata is ott fog versengeni. Igen. Ti mivel készültek, polgármester úr? Én leszek a csapatkapitány, helyettes, és Pásztor Tarhonyával, ugye? Gazdagon. Az, hogy a gazdagon az mit jelent, gondolom a beltartalomra utal. Igen, ott leszünk, erősek leszünk, és ettől függetlenül a részvétel lesz a fontos. Akkor ezek szerint már a reggeli, kora, délelőtti órákban érdemes ellátogatni majd erre a rendezvényre, hiszen ott az ízeké, a gasztronómiáé lesz a főszerep. Mi lesz majd a főzőversenyek mellett, illetve után, Katalin? Még hadd mondjam el, hogy a hivatalon kívül 14 csapat nevezett a versenyre, és meg is kóstolhatók ezek a népi ételek. Többek között birkapörköltet, csirkepaprikást, halfasírtot, krumplilángos csülökkel kóstolhatnak a kilátogatók 300 forintos kóstolójegy ellenében. Hát ez abszolút egy ilyen kedvező kis rendezvény lesz, akkor kedvező megmozdulásokkal, de itt már elkezdődik a mulatság, vagy még várat magára?
Hát szerintem 10 órakor már elkezdődhet a mulatság, fellépő délelőtt folyamán nincs, de délután 2-től a népdalénekesek, népzenei együttesek mutatkoznak be. Itt a helyi tiszalöki népzenei együttes, aki tavaly volt 50 éves, azon kívül Demecserből érkezik a Barátság Nyugdíjas Egyesület, a besztereciek is eljönnek hozzánk. Akkor lényegében nem csak a tiszalökieket mozgatja ez meg, hanem tényleg az egész térséget. Igen. És annyi, hogy a délőtt folyamán a kilátogató gyerekeknek azért már lesz lehetősége. Persze, ugrálóvár a Tékom jóvoltából, illetve arcfestés, a kisebbeknek fa, körhinta, illetve népi játékok, népi mesterségek bemutatkozása, fafaragók, teknővájó, fazekas. Tehát akkor tényleg a hagyományőrzés minden szeglete igyekszik bemutatkozni. Nem is tudom, hogy kik lesznek a húzó nevek, ugye talán polgármester úr már csepegtetett egy pár információt. Kik ők, és egyáltalán mikor kerülnek színpadra? Hogy pontos legyek, előveszem a plakátunkat. Tehát 17.30-tól Hoksz Attila, a Fölszállott a páva győztese, és a Csürdöngölő néptánc együttes, és utána táncházba is hívjuk a kilátogatókat, és 18.30-tól Peter Schramek, és 20.30-tól pedig Péter Szabó Szilviának a koncertje látható, itt mindenféle showelemmel tűzdelve, néptáncosokkal, úgyhogy aki eljön hozzánk, biztos, hogy nem fog csalódni. És nagyon fontos, full élő, tehát. Igen, igen. Semmi átverés. Mi ennek az egész rendezvénynek amúgy az alapja? Valami kitüntetés, valami cím elnyerése? Vagy miért pont ilyenkor, június eleje közepén szoktátok ezt rendezni? Igazából ugye korábban, talán még 15, de inkább 20 éve ezelőtt éjjel május 1-ét minden alkalommal megünnepeltük, azaz egy kis felvonulás, egy kis tánc a városközpontban, aztán váltottunk és valami nemes célt tűztünk ki, hogy hosszú távon fenntartsuk, és időarányosan lett elosztva, és azért kerül a nyár elejére ez, és a sokadik városnapunk pedig ugye augusztus, azt hiszem most második hétvégére. Augusztus 13. Így van. Uh-huh. Úgyhogy arányosan elosztjuk ezt a késő tavaszi, koranyári, illetve hát az őszbe forduló időszakot. Ennyi kiár a tiszalökieknek és a környéken élőknek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ha jól tudom, akkor van még valami, mert nagyon egymáson néztetek, kihagytatok valamit? Igen. Most még égetett agyagedény nincs benne. De hoztunk, ha kaptam volna már tiszalökről hasonlót. Minden évre aktualizáljuk. Igen. Ez egy kis szatyorka a hagyományőrző találkozóról, és van benne egy szintén ilyen motivummal egy asztalterítő fogadszeretettel. Nagyon szépen köszönöm az egész táv nevében, és mi ott leszünk, remélem, hogy a kedves nézők is ott lesznek, még egyszer akkor június 11-e, jövő hét szombat, mindenképpen érdemes kilátogatni, és hogyha ügyesek, akkor beszereznek egy ilyet, ami már minden főzőcsapat nekünk van. Programajánlóval folytatjuk, nem sokára jövünk vissza. Biztosan hallották már azt a szót, hogy flash mob, de hogy mit is jelent ez, erről beszélgetek vendégeimmel. Itt ülnek velem szembe Hellebrand, Enikő és Potor Eszter, sziasztok! Szia! Szia. Na akkor tényleg mi is az a flash mob? A flash mob maga az villámcsődületet jelent, ugye arról szól, hogy nagyon sok ember hirtelen, váratlanul egy helyen és ugyanazt csinálja. Ez lehet tánc, ez lehet akár éneklés is, egyébként látni videókon ilyen hangszeres zenés flash mobokat is. Úgyhogy igazából maga a szó az ezt jelenti. Ez nekem nagyon amerikai, vagy nagyvárosias még mindig, itt a térségünkben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem sok ilyen megmozdulás volt. Egy-két iskola vagy szervezet próbálkozott már, de egy-egy találkozó vagy egy-egy flashmob után ez így el is csendesedett.
ti arra vagytok hivatottak többek között, hogy megmozdítsátok egész Nyíregyházát, vagy akár a megyét, és különböző flashmobokat szerveztetek már eddig is, és szerveztek a közeljövőben is. Honnan az ötlet egyáltalán, és miket csináltatok? Nem tudom, ki Eszter? Hát, igazából úgy indultunk neki az egésznek, hogy Enikő kitalálta, hogy mi lenne, hogyha egy jót táncolnánk karácsony környékén, és mosolycsalnánk az embereknek az arcára. Aztán végül valami hátteret kellett mögé rakni, mert nem akart rajtunk kívül táncolni senki. És, ez nem igaz, csak nagyon nehéz volt motiválni az embereket arra, hogy csak úgy címszóval jöjjenek. Ez az önkénteskedés még nem nagyon igen. Valljuk meg őszintén. És végül is decemberben az Állatbarát Alapítványt sikerült támogatni, és a Vasváriban táncoltunk, ott próbáltunk, és végül is a táncosoknak a nagy része is onnan való. Most azt mondta Eszter, hogy támogatni, tehát akkor ez úgy megy, hogy nem tudom, kiraktok egy kalapot a flashmob egész táncos produkciója elé, és akkor esetleg bedobálnak 5 forintot, 50 forintot, tehát mindig van valami központi célotok ezzel a megmozdulással, a tánccal? Egyébként ez nem rossz ötlet, lehet, hogy a következőn ezt is bevetjük, hogy egy kalapot oda teszünk, hogy hát ha már produkció van, hát ha akkor a hétköznapi emberek is úgy gondolják, hogy szeretnének támogatni. Mi azt céloztuk meg elsősorban, hogy hát nem is azt mondom, hogy rászoruló szervezetek, de akiket lehet segíteni, civil szervezetek, alapítványok, azoknak egyfajta támogatást nyújtunk. És ne csak úgy ilyen direkt módon, hogy átutalunk bizonyos összeget, hanem egy kicsit kreatívabban, egy kicsit lendületesebben, látványosabban tegyük meg mindezt, és ehhez keresünk én gazdasági támogatókat, szponzorokat. Van egy-kettő, de legyen sokkal több. Nagyon sok legyen, így van. Tehát van, aki úgy segít, hogy tényleg a kiválasztott szervezetnek utalja ezt az összeget, van, aki azzal segít, hogy helyszínt vagy éppen áramot biztosít nekünk, ugye ez is hozzátartozik. Van, aki azzal segít, hogy a hangosítást biztosítja nekünk, ez is óriási segítség. Az első flashmobnál egy autóból szólt az zene. Tényleg akkor egy ilyen szervezetlennek tűnő szervezet dolog volt akkor. A közelmúltban is volt egy ilyen megmozdulásotok Nyíregyháza belvárosában. Ott mi volt a központi témátok, és hányan tudtatok már táncolni? Mert azért nem 5-6-an vagytok már. Hát a mostani flashmob az most vasárnap gyermeknapkor történt, és a Csodavárkorai Fejlesztőcentrumot is játszóházat támogattuk, és végül is nagy meglepetésünkre 42-en táncoltunk. És ilyenkor mennyire vonjátok be a közönséget? Gondolok itt arra, hogy ha valaki látja azt, hogy itt elindul valami buli, akkor úgy bemernek menni az emberek a sorok közé? Vagy nem. Inkább ledöbbennek, hogy úristen? Nem mernek bejönni, de legalább megállnak. Igen. És már az is motiváló egyébként, hogy megállnak és tapsolnak. Abszolút, tehát volt most erre egy próbálkozásunk, egy olyan része a táncnak, amikor próbáltuk bevonni az embereket. Nyíregyháza közönsége nem erről híres, hogy ebbe aktívan részt vesz. De hát ha most a beszélgetés után azt mondják, hogy jöttek visszajelzések, igen, hogy a következőben mindenképpen szeretnének majd részt venni, úgyhogy remélhetőleg következő alkalommal már 40-en, hanem 80-an. Vagy akár még többen. Persze, engem az is érdekel, hogyha valaki most nézi ezt a beszélgetést, és azt mondja, hogy hú, ez a flashmob, meg fiatalok, idősebbek, tehát korhatár nélküli ez az egész dolog, akkor igenis jelentkeznék. Hogyan kereshet meg titeket, vagy hogyan csatlakozhat a táncos csapathoz? Van nekünk egy oldalunk, a közösségi oldalon, ahol a hétköznapi flashmobok szót beírva meg lehet minket találni, és üzenetben ugye fel lehet velünk venni a kapcsolatot, akár táncolóként akar hozzánk csatlakozni, hogy elérjük a 100-as álomhatárt, akár támogatóként, hogy bizonyos összeggel beszáll, hiszen minél többen támogatnak, annál nagyobb lehet majd a segítség. Milyen érdekes, hogy két nagyon fiatal ül itt velem szembe, és mind a ketten hasonló gondolkodással, ugye a jótékonykodás, az önkéntesség jegyében csináljátok ezt az egészet, ezt is, mert nagyon sok mindennel foglalkoztak még mellette, ez nagyon jó hír. Mi a következő feladat? Tehát azon kívül, hogy esetleg megmozgatni a nyíregyháziakat, még több embert keresni magatok mellé, van már esetleg egy következő koreográfia, amit tanultok, a következő megmozdulásotokkal, hiszen bárhol, bármikor felbukkanhattok. Még aznap este kitaláltuk a következő flashmobnak az elejét. Úgy nagyjából.
Akkor már így alapozzátok az ötleteket? Így van, a zenéket elkezdtük összegyűjteni, nagyon vidám zenékkel készülünk, és akkor most lehet, hogy picit súgtam. Úgyhogy elkezdtük összeválogatni, szépen lassan a koreográfiák is, és hát ugye az emberek, akik kellenek, hogy jöjjenek táncolni, szoktak lenni próbáink. Egyébként azt hozzá kell tenni, mert szerintem az nagyon dicséretes, hogy a mostanira volt, aki Máté Szalkáról jött. Csak erre a délutánra, csak azért, hogy ebben a flashmobban részt vegyen, mert ő segíteni szeretne. Na, az ilyen embereket keressük. Említettétek, hogy decemberben a Vasvári Pál gimnáziumban tanulhattatok, táncolhattok ingyenesen, vagy táncolhattatok múlt időben, de hogy maradt a helyszín, vagy új helyszínt igen, kellett maradt. Keresni? Tehát akkor abszolút a Vasvári Pál. Igen, a vezetőség, ők nagyon engedékenyek, és azt mondták, hogy nyugodtan csináljuk. Hát meg ők is egy jó cél érdekében tették ezt a lehetőséget nektek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, nem sokára jövünk vissza.